Idén a nagy tűzi játékok ugyan elmaradnak, ám a szilveszter bőven lesz idő kipihenni. December 31-e ugyanis csütörtökre esik, így 2021 rögtön munkaszüneti nappal, sőt hosszú hétvégével indul. Hosszabb pihenőre legközelebb a március 15 i hétvégén kerül sor. A szabadságharc kitörésének évfordulója ugyanis jövőre péntekre esik, így 2021 második háromnapos hosszú hétvégéje március közepén lesz. Az újabb munkaszüneti napig március közepétől csak két hetet kell várni, nagy péntekig. Az április másodikai ünnep egyből az év első négy napos hosszú hétvégéjének nyitánya is lesz. Akkor ugyanis húsvét hétfőig, vagyis ötödikéig nem kell majd dolgoznunk. Májusban két munkaszüneti nap is vár ránk. A hónap első napja a munka ünnepe, május 24-én pedig pünköst hétfő lesz. Ezzel együtt pedig háromnapos hosszú hétvége is. Állt meg uram ezt az új kenyeret az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az augusztus 20-ai államalapítás ünnepe jövőre péntekre esik, így ekkor kezdődik majd 2021 ötödik hosszú hétvégéje. A következő, nem hétvégére eső munkaszíneti napra ezután közel négy hónapot kell várni. Október 23-a ugyanis az 1956-os forradalom kitörésének évfordulója jövőre hétvégén lesz. Minden szentekkor maradhatunk otthon legközelebb munkahelyett. Ez az ünnep jövőre viszont hétfőre esik majd, így egyben háromnapos hosszú hétvégét is hoz. December 11-e lesz az év egyetlen olyan szombati napja, amikor viszont kötelező lesz bemenni a munkahelyekre. Ekkor kell ugyanis ledolgozni szente. Napját. Szenteste péntekre esik majd, így a karácsony nem hoz extra pihenőnapot. Végül 2021-is szilveszterrel zárul, ami egy pénteki nap lesz, így legközelebb 2022. január 3-án kell majd dolgozni menni.